Mélyen tisztelt vendégeink, miniszter úr! Egy laudáció következik tulajdonképpen 7 tételbe, rövid tételekbe. 2011. december elején az Iparrendszeri Múzeum emlékező kiállításán, a meghaltakra való emlékező kiállításán Orbán Viktor miniszterelnök úr megnyitó beszédében többek között a következő fontos dolgokat mondta. Az akadémia nem hozomra épült, múltja van. Teljesítménye, amit külső jogi, politikai és pénzügyi támogatás nélkül hozott eddig létre. Teljesítmény, melyet belső erejével, saját értékeivel és társult művészek tehetségének mozgósításával hozott a világra. Ennek bizonyítékot adott és jogalakot teremtett az alaptörvény, amely valójában nem létrehozza, hanem elismeri a Magyar Művészeti Akadémia létét. Elismeri a munkát, és persze várakozással tekint és reményt hűz jövőbeli működéséhez. Reménykedik abba, hogy szemünk előtt formálódó új világrendünkbe, a megváltozott európai életbe segíteni fogja a magyar nemzetet, hogy megtalálja és elfoglalhassa azt a helyet, amelyet munkája és tehetsége alapján megillet, ahol békében és derűsen rendezheti be az életét örömökkel. Majd így fejezte be: a művészet nem holmi sallang az ország életén, hanem a cselekvés, a gondolkodás, amelyben legtisztábban a szépségen keresztül mutatkozik meg a jó és az igazi emberi szeretet. Mindnyájan tudtuk, hogy fontos bátorítás volt ez az elkövetkező években, hiszen lassan 8 év telt el, hogy ezek a mondatok elhangzottak. Ez volt az első tétel. Második tétel. Ekkor megindult a köztestületi élete Kecske utcai Szenthelyen, Makovecz Imre szellemébe. Majd éveken keresztül gondoztuk a Vörösmarty téri üvegpalotában költözve a Vigadó felújítását 4 galériájával, koncerttermével, Sinkovics színházával, könyvtárával, Makovecz Imréről elnevezett konferenciatermével. Létrehoztuk példás műemléki helyreállítással a Budakeszi úti Hildvillában a Művészet Elmélet és Módszertani Kutatóintézetünket, amely azóta rendesen működik. 4 esztendővel ezelőtt Magyar Művészet címmel folyóiratot alapítottunk, hogy részesei lehessünk a magyar szellemi élet vérkeringésének, a változatos, érdekes vérkeringésének. Majd kézbe vettük a műcsarnoki gondoskodást, benne 5 évenként megrendezett nemzeti szalonrendszert alakítottunk ki, az építőművészet, a képzőművészet, a fotoművészet, az iparművészet és a népművészet kiemelkedő műveinek közétételével soha ennyi látogatója a műcsarnoknak nem volt életében. Működéséről elmondhatjuk, hogy azóta is példás, tehát érdemes volt. Nemrég pedig létrejött az MMA önálló könyvkiadója. A köztestületi alakulás óta önálló művészeti tagozati titkárságok működnek évek óta. Az akadémia több ország művészeti akadémiával kötött együttműködési szerződéseket, és nyilvánvalóan ez a folyamat után tovább fog folytatódni. Itt könnyebb lesz, mint a Vörösmarty téren. Delegántjaink ott vannak minden olyan államigazgatási helyen, ahol kulturális stratégiai döntések születnek. Meghallgatnak bennünket. Létrejött a nem akadémikusok köztársasági tagságának státusa, majdnem 1000 önkéntes részvevővel. Nemrég pedig életbe lépett a művészeti díjazottak életi járadéki rendszere 1000 feletti létszámmal. Ugyancsak most elindult a fiatalabbak részére 3 éves ösztöndíjrendszer. Harmadik tétel. Eltemettük és megsirattuk felejthetetlen halottainkat, akik a magyar kultúra pompázatos épületének fontos tartókövei voltak és maradtak, és méltó utódokat hívunk meg folyamatosan a következő évek roppant feladatainak színvonalas ellátására. Azokat, akiknek életműve mindannyiunk számára büszkeség forrása. Negyedik tétel. Az elmúlt években megküzdöttünk anarchista bírálóinkkal, és kívül tudtunk maradni a megélhetési politikusok és álértelmiségiek provokációnak hatásaitól. Ötödik tétel. Amikor felhatalmazást kaptunk arra, hogy az MMA infrastruktúrájának végegyesítéséhez hozzákezdjünk, hosszas keresés után cövekeltünk le itt az Andrássy út és a Barzó utca sarkán, pontosan ezen a ponton.
A háznak viszontagságos életét nem kívánom ismertetni, később azt majd meg lehet tudni. De azt nem árt tudni, hogy műemléki értéke, mint egy 100 esztendős, benne az építészeti és szellemi rontásoknak sok-sok jele ismert, a Muosztól a Vorosirov híres szállásaiig. Tiszteletes föld alatti közelsége a Vigadóhoz fontos döntési szempont volt. Rekonstrukciójának és átalakításának mindkét épület esetében alapjaként érvényesült az a szándék, hogy a műemléki hűség és a 21. században élhető hivatali és társadalmi élet harmóniája megteremtődjék, mert ez elengedhetetlen. Mert ami ma modernnek nevezett, az is be fog tagozódni a múlt jegyeinek sorába az évek múlásával, és ez már nem a mi dolgunk. 6. tétel. Ma, és ez lehet közös erőnk egyik fontos forrása, hogy épületegyüttesünk birtokba vételével beköltöztünk Európa egyik legjelentősebb kulturális és műemléki zónájába, amely néhány év alatt testesülni fog. Ezeknek az elemei a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Vajdahunyadvára, az épülő új Nemzeti Galéria, az épülő Magyar Zeneháza, a visszaépülő Közlekedési Múzeum régi épülete, a Palmeház Millenniumi Emlékháza, az új Néprajzi Múzeum, a szomszédos Kelet-Ázsiai Múzeum, a majdnem szomszédos Kodály Archívum, a koncepció átalakítása alatt lévő építészeti múzeum városlegeti fasorban néhány éven belül. Ez 12 architektúra, majdnem 12 műfaj, 12 létező és várható eredmény. Azt is mondhatnám, ez a 12 intézmény apostola a világra szóló magyar kultúrának. Nem véletlen az MMA-nak, mint egyetlen összművészeti szervezetnek szellemében, hogy mindenhez köze van. 7. tétel végezetül. Halljátok-e már, hogy valahogy itt dobok az akadémia szívemálma? Az A épületben az elnökség és a titkárság költözik teljes adminisztrációjával, ugyancsak ide a tagozati titkárságok is, és itt állnak rendelkezésre azok a terek, szalonok, amelyekbe félélénkülhet a szellemi gondolatcserék, barátságok sora, hangot kaphatnak az elképzelések, elkötelezettségek, viták és a viták megállapodásai. Helye ez az észszerű reprezentációnak is, külügyi munkának, szövetségeseinkkel való nélkülözhetetlen találkozásoknak Európában és Európán kívül. A B épületben, az üvegtesten túl, az akadémia érrendszere, a gazdaság és működtetési munkái, az egész infrastruktúra együttes vonatkozásába a felsorolt számunkra létrehozott intézményekben. Ide tartoznak a támogatási tennivalók intézései, a jogi és munkáltatói ügyek létezése, és a szerte ágazó hivatali kapcsolatok a gazdaság minden területén, ami az akadémiára tartozik. A középső üvegépület pedig a két műemlék épület kívülről is látható barátságos, kedves készfogása. Nem állhatom meg, hogy ne köszönjem meg az elmúlt év ilyen hatalmas 6 évi munkájának és most a célba érkezésének Kucsera Tamásnak szánt köszöntésemet, aki elképesztő és legendás teherbírással viszi azokat a feladatokat, amelyeknek a végzésére művész emberek nem képesek. Tehát az akadémia építő munkáját köszönöm, és két legközelebbi munkatársának, akik hűségesen támogatják minden tevékenységbe, Székesgyőkösi Szabolcsnak és Kelem Béla uraknak. Nevük el kell, hogy hangzódjék, mert a többi sok tucat munkatársunk nevét nem tudom felsorolni, de hihetetlen áldozatkész, szeretetre méltó és a szakmájukhoz értő emberek támogatják az adminisztratív munkát. A támogatási tennivalók otthona, a jogi és a munkáltatói ügyek intézése is, ugye ezt említettem, a másik épületbe folyik. Ezután jár köszönet az építésztervezőknek, Fazakas Györgynek és Balagh Balázs építész uraknak, a tapintható affinitásért, a generál kivitelező Laki épület szobra az ERT-nek színvonalas munkájáért, együtt azoknak az alvállalkozóknak a légiójával, a
akik itt 10-15 különböző fajta műfaj műemlékvédelmi és modern kialakítása munkáit elvégezték. És természetesen köszöntöm Laki Péter urat is személyében, aki mindennek a személyes háttere. Elsősorban azonban köszönet, és itt kellett volna kezdenem, a magyar kormánynak, és azoknak a politikai, gazdasági és kulturális kulcs személyiségeknek, akik megértették az idők szavát, és folyamatosan partnerül fogadták a MMA-t mindig, amikor az előrelépésnek kereteit meg kellett alkotni. A törvényes kereteket is természetesen. Ez az elkötelezettség felismerés mintegy 4 milliárdos beruházási összeg biztosításával vált itt, ebben az építőegyüttesben rendre. Ritka pillanat ez, ha valaki azt mondhatja, hogy a fejlesztési folyamatban mindenki teljesítette a kötelességét. A nehézségeket legyűrtük, a fanyalgásokat és gyalázkodásokon átnéztünk, a jóság, az igazság és a szépség hármas törvényeit úgy érzem becsülettel betartottuk, és most újra állunk itt a történelmi jelentőségű stafétafutás rajtvonalánál, várva annak fáklyáját, lágerrobbanását, ami bevilágítatja a mi Magyarországunkat, és az MMA gyönyörűséges országjárását, a budapesti András út és a Barza utca találkozásánál. Mindezt pedig tudjuk és érezzük, hogy a Teremtő Isten akaratából született, és segítségével történhetett meg minden, és ezért hála neki is. Személyesen pedig azért vagyok hálás, hogy ezt a pillanatot még élve megérhettem.